Só lelőhelyet találtak a kolozsvári metró nyomvonalán, az egyik legfontosabb csomópont környékén. A felfedezés egyértelműen megnehezíti a metró projektet, de lehetőséget keresnek arra, hogy ne kelljen megváltoztatni a tervezett útvonalat. A geológusok óvatosságra intenek. Sótömböt találtak a kolozsvári metró nyomvonalán, a Maros negyedben. A híradónk által megkérdezett geológus szerint ez nem meglepő. Már a 70-es években is feltételezték, hogy sólelőhely lehet a Szamosfalvi fürdő környékén, csak arra nem derült fény eddig, hogy pontosan hol. Sije Loránd úgy fogalmazott, a sótömb többszörösen is gondot jelenthet a metróprojekt számára, elsősorban azért, mert a víz oldja a sót, ráadásul azt sem lehet tudni, hogy a tömb mozog-e. A másik nagy probléma, ami lehetséges, és az, hogy vannak már eleve benne üregek, amelyek esetleg ki vannak, vízzel vannak telítődve, és akkor elkezdünk bele alagutat ásni, hát nyilván ezek be fognak omolni, és nem lehet akkor benne alagutat hajtani. És szerintem a harmadik ennél talán, vagy legalább ennyire súlyos probléma az, hogy a só vízzel érintkezve nagyon könnyen korodál. Ez pedig olyan kérdéseket vet fel, hogy egyáltalán lehet-e majd fémet használni a beton szerkezet rögzítésekor. Miközben Emil Bock polgármester szerint egy marék só nem állhat a metró megvalósításának útjában, Ola Emese alpolgármester azt mondta, az önkormányzat a szakemberek egyértelmű álláspontját várja. Kiderült, hogy egy sótömb található az Ira környékén, ez meg fogja nehezíteni egyértelműen a tervezési folyamatot. A szakemberektől és a tervezőcsapattól várjuk a megfelelő választ, hogy hogyan lehet vagy megkerülni, vagy pedig olyan műszaki vívmányokat bevetni, amelyek megengedik, hogy ilyen körülmények között is a metrót tudjunk építeni. Az Ira híd és annak környéke fontos csomópont a metróprojektben, mert itt találkozna a már meglévő vasúthálózatra épülő helyi érdekeltségű vasút, a 100 Fenesről induló metróval.